Remélem, az a selfie vagy fotó megérte, és ma reggel még tükörbe tudtok nézni. Ezt üzente nyilvános Facebook bejegyzésében egy mentő azoknak az autósoknak, akik segítségnyújtás helyett inkább felvételeket készítettek a hétvégi három halálos áldozatot követelő balesetről. Kunec Zsombort kérdezzük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye azért hívtuk, mert a légimentésnek az egykori orvosigazgatója, tehát elég sok olyan esettel találkozott, amikor valóban beavatkozás, és nagyon sürgős, és nagyon nagy erejű beavatkozásra volt szükség egy-egy balesetnél. Mennyire általános az a kép, amit egykori mentős kollégája, mert ő jelenlegi, festett a Facebookon ebben a leírásban? Először is én hadd fejezzem ki gratulációmat a helyszínen dolgozóknak, hiszen mindig ők vannak a legnehezebb helyzetben, egy megfeszített, nagyon komoly munkát végeztek, és egy nagyon rossz időjárási körülmények között. Ez tényleg nagyon hősies és komoly helytállás, tehát mindenképp komoly munka számukra, még akkor is, hogyha sajnos nem sikerült segíteni. Valóban ez előfordul. Nekem, amikor az esetről olvastam a Facebook posztot, akkor azonnal beugrott egy saját történetem, amikor egy lottózóban élesztettünk újra egy ködös novemberi este egy beteget, és az ott tartózkodók simán átléptek rajta, meg rajtunk, miközben mi ott dolgoztunk. De hála Istennek, hogy most azt látom, hogy Magyarországon ez fejlődik, és ez köszönhetően a társadalomnak egész jó irányba és egész gyorsan, hiszen kevés jót tudok én a mentőszolgálatról elmondani, de a SafeCity alkalmazás az egy kifejezetten jó és hasznos applikáció. Ez ugye az az alkalmazás, amikor valaki járatos az újraélesztésben, akkor ha ez az alkalmazás nyitva van nála, vagy regisztrált rá, akkor hogyha valaki gondba kerül és nem tudnak mentőautót küldeni, ami elég gyakori manapság, akkor őt tudják riasztani és oda tud menni első segélyt nyújtani, ellátni a beteget. Erről már hallott, hogy ez valakinél bevált? Persze. Történt már ilyen eset? Talán két napja vagy egy nappal ezelőtt volt az utolsó ilyen hír, hogy valakinek ez nagyon komolyan segített. Tehát ez nem reklám, ez a mentőszolgálat applikációja. Ez nem reklám, ez SafeCity, ezt keresni. Azt hiszem, hogy Androidra is, meg iPhone-ra is megvan, tehát bárkinek bármilyen telefonja van. Igen, ez egy nagyon hasznos, és ennek én is szívesen csinálok a reklámot, mert azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos. Viszont az, amit a kollégája leírt, hogy kiszállnak az emberek az autóból, elkezdenek fotózgatni, szelfit csinálnak a balesetről, hogy el tudják küldeni, nézzétek, mibe keveredtem, itt vagyok, miközben ott dolgoznak a mentősök, és ott fekszenek az áldozatok a földön. Ez mennyire, egy szakember számára ez mennyire embertelen, vagy mennyire normálisan a tömeg működése? Nézze, Kelet-Európában még ez divat, Nyugat-Európában már nem. Nemrégen volt a Facebookon egy olyan kis film, ahol egy német rendőr ezeket az embereket megállította, és akkor utána egyrészt megbírságot, a másrészt mondta, hogy akkor jöjjenek oda, és akkor most lehet csinálni a halottról, akar fényképet csinálni, akkor tessék. Mennyire igaza volt? De azt gondolom, hogy ebből is kezdünk leszokni, tehát én nem hát ez a kép, ez most nem erről szólt, vagy ez a történet, amit a Vácról... Ebben a történetben azért hadd ragadja meg a másik felét, ahol a temetésről jövő tényleg nagyon fölöltözött szemtanúk közben beszálltak, és nagyon tisztességesen dolgoztak, és erről szólt a posztnak az egyik része, egy jelentősebb része. Hát köszönetet mondott a doktornőnek is, a két családtagjának, meg egy fiatal nőnek is, az anyukájának, illetve hát azért volt még egy fiatal ember, akik segítettek. Na tehát azért valóban voltak, akik segítettek, hála Istennek, és azt gondolom, hogy... Elég, hogy a több százból hatan. Hát a több százat azért úgy kell képzelni, hogy ez egy kocsi sor. Persze. Jó, fordítsuk meg a dolgot. Mennyire vagyunk mi felkészülve arra, hogy segítsünk? Tehát mennyire tudunk inkább útban lenni, ártani, menjen már arrébb egy kicsit? Nem tud ártani, tehát ezt most ne zavarjon minket. Akkor, amikor ott van megfelelő mentőegység, és a megfelelő ellátást nyújtják, akkor nyilván. De akkor szólni fognak, hogy köszönjük szépen, átvettük a munkát, és tessék egy kicsit arrébb menni. Sértődés nélkül arrébb fognak, mert nem lesz ebből probléma. De nem tud át. Tehát alapvetően az újraélesztésnek az alapfilozófiája az, hogy, és azt tanítja mindenhol, minden iskola, hogy menjen oda, mert nem fog ártani. Bátran. Bátornak kell lenni. Így van. Az, hogy nem tudunk újraéleszteni. Nem tudjuk ennek a szakmai sablonját. Tehát fogalmunk nincs. A legtöbb ember legalábbis így van vele, mert ezt lehet, hogy tanulta mondjuk a Kressz vizsgára, de ebben soha életében. Ebben azt gondolom, hogy van egy olyan évtizedes. Az mekkora kockázat? Ez nagyon komoly kockázat, és ebben van egy olyan évtizedes lemaradásunk, de ezt
én, ahogy most látom, még egyszer kevés jót tudok elmondani a mentőszolgálat, de láttam olyan, és általában ezek különböző területi mentőegységek által szervezett ingyenes tanfolyamok, ahol erre el lehet menni. Hát erre igenis úgy tűnik, hogy ők fordítanak hangsúlyt. Más kérdés, hogy más fórumon is érdemes lett volna, például az orvosi kamarának ebben, mint beteg edukációs kérdésben beszállnia, és ezt megpromotálnia egy olyan nagyobb nyilvánosság felett. Mondott előbb egy fontos mondatot, ezt jegyezzék meg, aztán még egy másik témával fogom doktor urat zaklatni, hogy nem tudunk ártani, oda kell menni, ha baj van, és segíteni kell, nem kell félni tőle. Viszont ugyanez a mentős fiatalember, nem is annyi középkorú ember, kiposztolta a fizetését is. Nem ennek összefüggésében, hanem érdekes módon pont pár nappal korábban azzal a kommentárral, hogy ennyit nyugaton egy nap alatt is megkeres, úgyhogy rá hosszú távon ne számítsanak. És 191 ezer forint volt a nettó havi fizetése mindenféle pluszokkal együtt. A mentőszolgálat 2010 óta megduplázódott a költségvetése. Sajnos módon én azt látom, hogy a mentőszolgálatnak a vezetése 2010 óta talán egy kivételével meglehetősen analfabétán vezeti a szolgálatot, és meglehetősen keményen és jól tudja elpazarolni ezt a megduplázódott költségvetést. Ez a költségvetés nem a dolgozók jelentős béremelésére fordítódott, hanem néhányszor elfüstölt. Mire? Mire füstölt? Például ennek az egyik eklatáns példája az a uniós támogatás volt, ami a mentőszolgálatnak a diszpécser központjait lett volna hivatott korszerűsíteni, a mentőszolgálatnak a riasztási rendszerét kellett volna átdolgoznia egy olyan kikérdezési protokollal, amely alapján megfelelő hatékonysággal tudják eldönteni, hogy kell-e egyáltalán mentő, ha igen, akkor milyen. A mentőszolgálat sok éve tartozik azzal a megoldással, hogy meghatározza, hogy mi a saját maga feladata. Mi az, ami mentést igényel, és mi az, ami nem igényel mentést. Ugyanakkor a bére visszatérve én is láttam posztokat, hozzá kell tennem, hogy ez nem csak a mentőszolgálat aludas ebben a történetben, ebben ott van Cser Ágnes, Éger István, és igen, Toma Lajos a mentőszolgálatnak az egyik szakszervezetének a vezetője, hiszen a mai bértáblában is azt lehet látni, hogy azok, akiknek a garantált bérminimumot meg kellene kapnia, van olyan rublika, ahol alacsonyabb az általuk kialkudott és kialkudott bér, mint a garantált bér. És ez hogy lehetséges? Ezt is ettől a mentőstől olvashatjuk a saját oldalán, hogy most kevesebb a bére. Most lehet, hogy most sokat idéztőle, holnap már nem lesz mentőszegény. Hát ő azt mondja, hogy így is megy mindegy. De remélem, hogy nem lesz semmi baja. Szóval, hogy lehet az, hogy kevesebb most a pénze, mint a fizetésemelés előtt? Konkrétan én ezt a posztját nem olvastam, olyat láttam, hogy a 195 ezer forintos garantált bérminimum fölötti 8%-ot úgy sakkozták ki, hogy különböző kedvezményeket a munkáltató visszavont, és kevesebb úgy ugyanannyi lett az összeg. Az ő posztját pontosan nem láttam, nem tudom, hogy hogy lehet kevesebb. Jó, de akkor elméletileg ez nem lehetetlen. Nem lehet, Magyarországon semmi nem lehetetlen. Menjenek segíteni, a bajban, maradjunk ennyire. És nem tudnak ártani. Köszönöm szépen. Köszönöm.